A Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara június 11-én tartotta ballagási, diploma átadó és tanévzáró ünnepi kari tanácsülését. A GTK 30. jubileumi rendezvényén elsőként Jakab István, az országgyűlés alelnöke emelkedett szólásra, aki köszöntőjében hangsúlyozta. A Gödöllői Kampusz és a kar nélkülözhetetlen szerepet tölt be a végzősök diplomájának megszerzésében. Egy különleges pillanat ez az ember életében, a diákok életében. Az első megmérettetésen túl vannak. Az első megmérettetésen túl vannak, méghozzá egy olyan egyetem hallgatójaként szerzik meg, veszik át ma diplomájukat, amelyik a magyar oktatásban, a magyar agrár-vidékfejlesztés terén nagyon jelentős munkát végez az ország egyik legjelentősebb egyeteme. Egyetem, amelyiknek önök hallgatói voltak, amely intézmény nagyon kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Önök itt olyan tudást szereztek és szereznek, ahol bármelyik nemzetközi intézetben, intézményben megállják majd a helyüket. Önök olyan kapcsolatokat építettek a diák éveik során, hogy a világ bármelyik részére elmehetnek, hisz diáktársaikkal találkoznak, olyan végzett hallgatókkal, akik majd önökhöz hasonlóan komoly posztokat töltenek be az elkövetkező időszakban. Legyenek büszkék arra, hogy a Szent István Egyetemen vették kézbe diplomájukat. Én hiszem, hogy a tudományos életben, a kutató munkában, a gazdasági együttműködésben önök nem felejtették el, hogy hol vették át diplomájukat, hol kapták azt a tudást, amelyik egy életre elindította önöket. A kar dékánja a 30 éves jubileum alkalmából emlékképeket idézett fel a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar 3 évtizedes múltjáról. Az ember élete fordulópontjait visszatekint. Vajon történt-e valami az elmúlt években, amit megmaradhat az emlékezetében? A születés, a házasság, az ünnepek vésődnek belénk, de túlzás nélkül ide sorolhatjuk a diplomaszerzést is. Emlékszünk rá, mert a diplom megszerzése komoly teljesítmény a hallgató és a család részéről egyaránt. Megemlékezett dr. Bíró Ferencről, a GTK alapító dékánjáról, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vállaltak a változásokhoz alkalmazkodó, a kor kihívásaira reagálni képes kar fejlesztéséből és eredményeiből. Ti vagytok azok, akik évtizedeken keresztül alakítottátok, fejlesztettétek, irányítottátok azt az oktatói-kutatói munkát, amire építkezve lettünk napjaink a hazai és nemzetközi oktatási tér meghatározó egyetemi kara. Megtiszteltetés számunkra, hogy folytathatjuk azt, és tovább vihetjük az örökségeteket. Örökségetek hatására váltunk két szakból, oktatókarból több mint 60 képzési formát biztonságosan mozgó, 22 alap- és mesterszakot indító, kiválósági díjjal kitüntetett egyetemi karrá, ami az évek kitartó fejlesztésének megvalósításával ma már két doktori iskolával és több mint 4000 hallgatóval rendelkezik. Tisztelettel köszönöm munkátokat, és kívánom, hogy még nagyon sokáig segítsétek fejlődésünket, tanításaitokkal mutassatok irányt a jövő nemzedékeinek. A végzős hallgatók nevében Dudás Evelin búcsúzott, aki a köztük és a kar között kialakult szoros kötődésekről is szólt. Sokan kérdezik meg tőlünk, mit adott nekünk a SZIE GTK. Ezt nehéz szavakba foglalni. Az itt töltött idő alatt rengeteg jó barátra tehettünk szert, egy összetartó évfolyamot, megtapasztaltuk az igazi diák életet, mivel az intézményen számos program résztvevői, szervezői lehettünk. És nem utolsó sorban egy színvonalas diplomát. Eddigi tapasztalataim alapján azt gondolom,
Ha bármilyen segítségre, támogatásra lenne szükségünk, az egyetem kapui mindig nyitva lesznek számunkra. Olyan értékeket kaptunk, melyek formáltak és neveltek minket. Kedves oktatóink! Ezúton szeretnék megköszönni támogatásukat, segítségüket, az iránymutatásaikat és azt a rengeteg tudást, amelyre önök nélkül sohasem tehettünk volna szert. Hálásak vagyunk azért, hogy mindig bizalommal fordulhatunk önökhöz, bármilyen problémáról volt is szó. Köszönjük, hogy bíztak bennünk és bátorítottak minket, külön köszönet jár a tanulmányi előadóinknak, amiért tanulmányaik alatt segítettek nekünk. És végül köszönettel tartozunk családunknak és barátunknak. Hálásak vagyunk féltő gondoskodásotokért, támogatásotokért, és azért, hogy hittetek bennünk. Most kezdődik el igazán az életünk, de azért még szükségünk van tapasztalataitokra, tanácsaitokra. Köszönjük, hogy eddig is mindig mellettünk álltatok, és segítettek bennünket az utunkon. Most végre mi is bizonyíthatunk nekik azzal, hogy előttünk talárba átvehetjük azt az oklevelet, amiért megküzdöttünk. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit remélni, majd azon okáknak, mikor körben állnak, mikor körben állnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Az ünnepségen a GTK Nemzetközi Oktatási Kutatási Kapcsolatainak fejlesztése során végzett munkájáért címzetes egyetemi tanári címben részesült Donnik Irena Mihajlovna professzorasszony, az Urali Állami Mezőgazdasági Egyetem rektora. A kar dékánja ezután együttműködési megállapodást írt alá a hazai turizmusban meghatározó szerepet betöltő MMG Hotels Kft. Vezetőivel. Az ünnepi tanácsülésen 26-an vehettek át elismerést az egyetem és a kar sikeres működése érdekében végzett kimagasló munkájuk elismeréseként. A jubileumi elismerések és kitüntetések átadása után a diplomák ünnepélyes átadása következett. Az elmúlt hetekben 525 sikeres záróvizsga eredmény született, ezek 72%-át mesterszakos hallgatók érték el. Kiváló vagy jeles minősítés 168 hallgató, a végzősök 32%-a szerzett. A friss diplomások között ezúttal 51 külföldi hallgató volt,